Sziasztok, üdv mindenkinek! Itt az ideje, hogy egy kis beszámolóval jelentkezzek a tóról. Hát minden nagyon jól alakul, minden nagyon jól megy. A verseny nagyon izgalmas, a csapatok nagyon bizakodóak. Az időjárás, hát azért az hagy némi kívánnivalót maga után, nagyon-nagyon változékony. Tehát itt volt már részünk esőben, szélben, nem is akármilyen szélben, napsütésben, meleg időben, hűvösebb időben. Úgyhogy nagyon változékony az időjárás. Meglátjuk, mit hoznak ki ebből a csapatok. Azt nézzük meg, hogy hogyan alakult a csapatoknak az első nap, egészen az érkezéstől az első mérlegelésig. Nézzük meg. Szerdán reggel, kevéssel 8 óra után elkezdtek megérkezni a csapatok, és körülbelül olyan 10 óra, 15 perckor már mindenki itt volt. Ezért a szervezők úgy döntöttek, hogy 10:30-kor megtartják a megnyitót. Hát akkor szeretettel és tisztelettel köszöntelek benneteket a harmadik Davasi Boldis baráti találkozón. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Hát remélem, hogy mindenki jól fogja magát érezni. Én úgy gondolom, hogy az elmúlt két alkalom, a tavaly őszi és az előtte való tavaszi is megmutatja talán azt, hogy akik bíznak bennem, meg szeretik ezt a vizet, azok vissza is jönnek minden egyes versenyre, ameddig az Egyesület támogat bennünket ebbe, adja hozzá a helyszínt, ezt a csodálatos környezetet. Köszönöm még egyszer, hogy itt vagytok. Akkor elkezdenénk. Nem akarok most túl sok szót fűzni hozzá, mindenki ismer, aki nem ismer, meg majd meg fog ismerni az elkövetkezendő 96 óra alatt. Átadnám a szót még egy pár percre Bébis Mátyás úrnak. Ő a tónak a halászmestere. Egy pár szót ő is szólna hozzátok, utána meg majd a Sóda Kaminak, aki meg majd ugyancsak segíteni fogja a versenyt itt a mérlegelésekbe, meg hát a rendtartásba, amire remélem, hogy nem kerül sor. Köszönöm szépen! Sziasztok, üdvözlök mindenkit én is! Hát mostanra kapott zöld utat ez a verseny. Igazából sok hozzáfűzni való nem lenne. Minden a megszokott módon fog folytatódni, akik régebben itt jönnek, azok már tudják, hogy megy ez. Az újak meg majd belejönnek a dologba. Úgyhogy érezzétek jól magatokat, mindenkinek sikeres alkotást kívánok. A Csodi barátommal fogjuk minden nap körbe menni, vele fogjuk a mérlegeléseket végezni, és visszük félbe az ebédet, és hogyha bármiféle problémát vagy gondokat akar, akkor jelezzétek nekünk, kérték, megpróbáljuk meg. Köszönöm szépen, és akkor most elkezdenénk a szokásossal. Miután Mester István és Svébis Mátyás megtartották a megnyitót, utána rögtön sort kerítettek a sorsolásra is. A sorsolás alatt egy kis meglepetés várta a versenyzőket, de ezt majd a videóban látni fogjátok. Akkor majd aki inni fog, akkor a Nehalne team képviseletébe kérnék egy ember. A Deep Sleep Team képviseletében is kérnék szépen. Egyébként, ne idd meg! Nem nézünk! Nem! Iszunk, majd ide beállunk szépen sorba. Emelézem, hogy érni, vagy... Szépen sorba beálltok, majd mindenki. Egyszerre iszok. Háromra lesz az ivás. Ja, hogy ezt nem szabad? Gyere, állj ide mellé! Sobozd meg, én a legtöbbet vettem el. Nem baj, így jártál. Sógorok tímtől is kérnék szépen egy... Ott az egyes vagy nem, ott a kell venni, aztán ide kell állni. Speci tímtől is kérnék szépen valamelyik őtöket, aki szeretne egyet inni. Ígérem, ettől semmi bajon nem lesz, ezt feltűteni. Halkatrasz tímtől is kérnék szépen egy ember. Akkor Bálint Sanyit is kérnénk szépen. Mert te most még egyedül vagy, úgy kénytelen vagy, nem tudod másra tagsálni a dolgot. Akkor nekem a fiam fog majd helyettem inni. Innen vagyok megbrottam. Rizsvig tímtől is kérnék szépen egy képviselőt. Az íváshoz. És a Big Fish tímtől is kérnék szépen egy ember. Ez nem a nevezés sorrendje, ez most egyenlőre csak egy adhok sorrend, úgyse ez fogja eldönteni a végét. Úgyhogy benne legyen már. Gyertek már itt a középre.
egy kicsit egy ilyen dolomatánikus. Egy ilyen jó, és akkor 1, 2, 3, egészségetek! Lehúzni! Fenéki! De aki ezt megitta, meg is érdemli, azt, hogy utána kapjon után mást is. Ennyire azért egyszerűen nem megy a dolog. És utána, ha ezt megittátok, akkor felírjuk a pohar a karján levő számot, ami majd a húzás sorrendjét fogja. Nekem jó is lesz ez a sorrend, ami jó. Maradhatsz is. Nem is akarok másik számot húzni, de én meg jó. Nekünk megfelel ez a szám. Egyes. Nekem is megfelel. Kedves egészségetekre, mert megérdemlitek azért, ne csak a halak igyanak, hanem mi is rendesen. Miután mindenki tisztában volt azzal, hogy melyik szektort húzta és hová is kell mennie, a versenyzők szinte rögtön szétszélettek, és mindenki a saját szektora felé tartott, hogy minél előbb elkezdhessék a készülődést. Ezután megnéztük, hogy a parton hogyan készülődnek a csapatok. A verseny pontban szerdán délben kezdődött, viszont 11 órától lehetőségük volt a csapatoknak, hogy megetessék a pályájukat. Viszont amint beletütött az óra, a verseny elkezdődött. Ekkorra minden versenyző kívülről fújta már a medertérképet, és pontosan tudta, hogy hol akar elkezdeni horgászni. 3:43-kor úgy döntöttem, hogy elkezdem körbejárni a tavat, és beszélek pár szót a versenyzőkkel. Az első utam rögtön a tavalyi őszi verseny kupa győztes csapatához, a Deep Sleep Teamhez vezetett. Délután 3:43 elmúlt, úgyhogy a verseny már javában zajlik. Én pedig úgy döntöttem, hogy körbejárom a tavat, és megpróbálok beszélgetni a horgászokkal, hogy tetszik a kihúzott hely, mik a tervek, stb. Az első csapat, akit meglátogatunk, az a tavalyi őszi verseny győztese, a Deep Sleep Team. Nézzük meg, hogy mit csinálnak. Na hát itt kezdődik az ő táboruk, az ő szektoruk. És bekukkantunk, hogy mi a helyzet itten. Aha. Szóval pont henyélésen kaptuk a Deep Sleep Team-et. Szevasztok, Deep Sleep Team! Ürd mindenkinek! Mi a helyzet erre felé, felétek? Semmi extra. Ez a nagy lazulás van itten? Pihenünk egy kicsit, de a kipakolás után. Mit mondasz? Sör hiányzik a kézből. Hát az ki a sörfelelős, csak nem ő. Hát segítő. Ki lenne a sörfelelős? Hát az a baj, hogyha ma itt lenne, nem és hoztál? Késő lenne. Nem. Nem, elfelejtettem. Nem gondoltam. Azt hittem, hogy a sörfelelősötök, akire nem akarok újjal mutogatni, így. Nem? Tehát azt hittem, hogy a sörfelelősötök igazából gondoskodik a megfelelő itatásról. Figyelj, attól, hogy én szállítom, az nem jelenti ezt, hogy én osztom. Szóval te vagy a szállító. Úgy van. Mi a helyzet veletek Deep Sleep Team? Ti voltatok a tavalyi őszi versenynek a kupa győztes csapata. Ahhoz képest most? Egy fél év öregebbek vagyunk. Az biztos. Hely? Szerintem hogy tetszik? Itt is, mint a másik oldalon. Hely az szerintem működhet. Hely működhet? Működhet. Különösebb elvárásaink nincsenek, de így csak kellemesen csalódtak. Nagyjából helyes. Ennyi. Helyes. Volt már itt nyári pec alatt, mondjuk nem estem hanyat, de hát ettől igen. Úgy legyen. Van már egy halunk. Na, van már. Oh, na, micsoda? Korai érkező. Eltévejedett. És akkor ezt hogy? Ki fogta? Ki volt a? Mindenki. Mindenki? Én voltam, aki beakasztott neki. Ő akasztott be. Kicsit fárasztott. Ő mit csinált? Ő mit csinált? Ő. Kicsit fárasztott, és a tettes. A tettes. Pörgettem az orsót. Mekkorát sikerült akasztani? Körülbelül egy 6 kilós. 6 kilós. Na akkor ti már igazából, én úgy tudom, hogy mások nincs még halap. Nikiné volt egy 3-as. Igen? Tóborosnál. Mindjárt megyek nem arra is, mert arra még ugye nem voltam, veletek kezdtem ezt az egészet. A lényeg, hogy fajn az idő. Igen.
Nagyon jó. Nektek ez jó, ugye? Nekünk nem hátha a halaknak, igen. Hát ha azt nézzük, hogy észak is jön az elsőből fogott működni, akkor igazából, amit az kicsit mondjuk a vándorlásban esetleg működhet, de elvileg nem egy urabú szélzányra. Nézzük a legjobb. Ez nagyon sok van hát. Hát most kezdődött igazából, úgyhogy keresgélünk. De ezzel 6 kilóval szerintem mindenképpen most ilyen pillanatban elsők vagytok, de... Igazából az nyugtett, hogy nem olyan halat kellett készítettük először, ami nem mérhetünk. Amíg csak ripkában is, de gyakorlásban a kanon lesz a fejét. A helyesítő szelét azért megtudom? Nagyon király. Jó van, jövök majd még feljétek deep slipping, görbüljön minél sűrűbben. Gyere, úgy készítettük. Úgy is jövök. Szevasztok! Na tehát akkor a Deep Sleep Teamnek már van hal, ami versenybe számít, 6 kiló. Úgyhogy most tovább megyünk, mert azt hallottam, hogy erre még volt kapás. Azt nem tudom, hogy az mérlegelhető volt-e, beleszámítva a versenybe. De mindjárt nézzük, mert azt hallottam, hogy a sógoroknál volt valami. Úgyhogy be is kukkantunk hozzájuk, és megpróbáljuk megtudakolni, hogy mi a helyzet errefelé. Na hát nagyjából itt is vagyunk. Szevasz, Miki! Fárasztás vagy frissítés? Jövök hozzád, mert hallottam, hogy talán volt valami. Mindjárt jövök, várjál. Megtudakoljuk Mikitől, hogy mi volt az a hal. A Deep Sleep-től hallottam, hogy volt valami hal. Kicsi? Mekkora volt? 3 kg 30. Hát ez a majdnem egyébként a mérlegelhető kategória. És oda állt a Gyuresznál? Semmi. Piszkálódás, ilyesmi? Az volt piszkálódás. Piszkálódás. Aha. Jó. Hát a deep sleep-esek már fogtak egyet. Azt tudom, ott volt. Egy hatost úgy kihúztak a vízből. Hál' Istennek. Hát kék halott is fogtak egyet. Igen, mindjárt elmegyek oda is, megnézem, hogy mi a helyzet. Na, a további jó pecát, majd jövök még. Jó, köszönöm. Meg is érkeztünk a kék halra, és beköszönünk a Sneci teamnek, akik talán megint fárasztanak. Lehetséges, hogy pont elkaptunk egy kapást. Nem? Frissítés? Ja, itt most egy tapogatózás van. Úgy hallottuk a deep sleep-esektől, meg a sógoroktól, hogy talán volt valamitek. Volt. Mérlegelhető? Tehát... Mérlegelhető lett volna. Elment? Elment volna. Ó! Jó, 10 kg. Na, az szép lett volna. Ó, de kár, de legalább a akkor... A bentiről, a bentiről. Benti, aha. Na, akkor talán tudjátok, hogy merre felé kell keresni nem, őket, nem és... Nem is erőltettem direkt, hogy leizéljem, mert vékony a zsinó, hogy nagyon tud döngyebb dobni, meg minden, de... Én itt ráfogtam a dobra piffekbe. Én minden esetre örülök neki, hogy ilyen nagy halat sikerült, hát ha kifogni nem is, de megakasztani, és hát szorítok, hogy minél előbb ki legyen az első ilyen nagy hal. Reméljük, hát meglepő, olyan érzék voltunk, hogy na végre már olyan helyre kerültünk, hogy... Lesz itt még hal, még lehet, hogy... Elsőre sikerült jó halat fogni. További sok sikert, majd jövök még erre felétek. Na hát akkor itt is volt valami, csak hát ugye elment nekik, szegényeknek. Hát ilyen ez a sport. Néha nem jönnek össze a dolgok. De azért úgy látom, hogy dolgoznak tovább a fiúk, és hát nem hagyják annyiba. Biztos, hogy fog nekik horogra akadni ugyanekkora, vagy talán még nagyobb is. A hely minden esetre adott. Innen nagyon szép halakat lehet fogni, nagyon jót lehet pecázni, úgyhogy én most átkommandozok a másik partra, a csati oldalra, és megnézzük, hogy ott mi a helyzet. Majd onnan jelentkezem. Ugye, ahogy mondtam, úton vagyok a tanya oldalról a csati oldalra, de megálltam itt fönt a dombon, azért ez panoráma. Gyönyörű ez a tó. Én legalábbis imádom. Aki csak teheti, jöjjön horgászon egy jót, vagy csak sétáljon, nézzen körbe,
gyönyörű a környezet, gyönyörű a tó, szép halak vannak benne. Mindenkinek csak ajánlani tudom. Na de haladjunk tovább a Csati oldalra. Hát egy kicsit túrázós jelleg, de megjöttünk. Próbáljuk kideríteni, hogy itt mi a helyzet. Hello! Jöttem érdeklődni, hogy erre felé. Semmi? Semmi. Jó étvágyat! Vajon itt oldalt el tudok menni? Ó, simán. Annyira simán nem, de elbír. Próbálkozom vele. Hogy pont egy kávéfőzés kell a közepébe. És az a kávé. Úrba eső. Utolsó. Sziasztok! Szevasz! Tehát akkor eddig ugye túl vagyunk a tanya oldalon, ott a deep sleepeseknek van egy hal. Ugye amikieknek van a sógoroknak egy olyan, ami nem mérlegelhető. És a sneciknek elment egy darab 10 pluszos. Hát mindjárt nézzük, mi van a földnyelven. Na hát a cél a földi nyelv volt, meg is érkeztünk. Úgyhogy megnézzük, hogy mit csinálnak itten, volt-e valami, hogy telik az idő. Hello! Hello, szia! Jelenleg eseménytelenül telnek a kódáink, de egy pontjuk másik felül fogunk, ilyen 5-6 kiló közötti lehet. Igen? El is van akkor zsákolva. El is van téve, be van zsákolva. Na. Azon kívül ilyen kisebb csipogós kapások uh-huh. voltak, de nagyon jelentős nem volt. A konkurencia már biztos, hogy fogott. És ott a rövid pálya? Hát a rövid pályán jelenleg 15 méteren próbáljuk. Uh-huh. Viszonylag egy olyan 2,5-3 méteres vizen próbálni. Egyelőre szemessel meg ilyen kisebb kopakokkal uh-huh. etetve, de jelenleg még nem volt rákapás. Uh-huh. Amúgyban bízunk, hogy hát, hogyha jobban kijönnek, uh-huh. illetve hogy estére ez a öböl rész jobban megcsendesedik, kihúzódnak esetleg a halak, és akkor több halat sikerül majd partra húznunk. Az Amurban egyébként több csapat bízik, és több csapat is ráment az Amurra. Ugye hát gondolom fellelkesedve a tavalyi kettő nagy tulúja tavasszal. 2-30 kiló fölötti az azért, valljuk meg a legtöbb csapatnak azért hatalmas lökést ad, hogy nyilván mindannyian próbálnánk, vagy szeretnénk egy akkora halat fogni, de ez nem mindenkinek adatik meg, hát hogyha még majd most közöttel leszünk. Hát aki kihúzza az egyik Amurt a kettő közül a nagyot, akkor az ugye nagy eséllyel a legnagyobb halra is pályázhat. Mert ugye... Országos rekord fekete amúr is itt született, így van. Úgyhogy gyakorlatilag, hogyha sikerülne ugyanazt az amúrt megfogni, az nyilván már nagyobb is lenne, mint a tavalyi. Remélhetőleg legközelebb, amikor találkozunk, már több hal lesz a szálkunkban. Uh-huh. Bizakorúak vagyunk, nyilván még most kezdődött a verseny. Persze. Az etetésnek is még most kell jelenleg beírnie. Uh-huh. Bízunk benne, hogy ide tudjuk őket csalni a minőségi, viszonylag nagy koncentráció etetéssel. Uh-huh. Úgyhogy várjuk őket. Minél nagyobb pontjukat, hogy jelentkezzenek, és mondok végre csaljuk őket. Na jó, akkor én meg azt dokumentálom, hogyha ez így megtörténik. Úgyhogy... Rendben, remélhetőleg így fog alakulni. Minden bizonnya. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Sietnem kellett, hiszen mire körbeértem, már rég elmúlt 5 óra, és szerettem volna az első mérlegelésen részt venni. Úgyhogy 6 órakor csatlakoztam Svébis Mátyáshoz és Sódár Tamáshoz, hogy megnézzük, hogy mire mentek a csapatok az első 6 órában. Az első mérlegelésnél 6 csapatnak nem volt mérlegelhető hala. Ez nem azt jelentette, hogy nem fogtak semmit, csak azt, hogy amit kifogtak, az 4 kilónál kisebb volt, és ugye hát 4 kiló az alsó súlyhatár. Videó ezekről a mérlegelésekről nem készült. Viszont 3 csapatnál igenis volt mit mérni. Elsőként rögtön a Deep Sleep teamnél, akik éppen fárasztottak. Itasd a népet! Hozom, mit szeretné inni? Én ne szerepeljél már! Helyszínt a be! Ez a barom arc, ez nem tudom hova dobál, de jó. A titok! Gyerekek! The secret! Le lehet. Csodi adta rám. Alulra lement az a törés. Hát jött a jó szem. Felverszünk a kettő alatt. Várjál, én már jövőt? Mit csináljuk szerintem?
Bepifölnék itt. Nem baj, ez biztos, hogy... Pont mérlegelésnél elhúztok a rigától. Yes. Az első mérlegelésnél, a Deep Sleep Teamnél három halat mértünk, összesen 23,26 kg-os összsúllyal. A következő csapat, akiknél mérlegelhető hal volt, a Big Fish Team. Szavaztok! Jöttünk mérlegelni egyet, kettőt, hármat. Hát sajnos csak egyet. Egyet? Aha, továbbra is. Mi a helyzet? Tippeltek? Együnk van csak. Egy van, sajnos. Többiek hogy állnak? Kettő elment. Ott van kettő. Azt tök egy jön ment az öregéknek. Egy nekünk is elment ma. Több is kettő. Jó vagány vagyunk egy pár. De figyelj már, már azt akarom mondani, elég sötét van már. Már fölvettem a napszemüveget. Elég aktív. 6-0-4. A Big Fish Teamnél tehát egy mérlegelhető hal volt, és kicsivel 6 kiló fölött járt. Na de volt még egy csapat, akiknél mérlegelhető hal volt, úgyhogy nézzük is meg, hogy ott mi volt a helyzet. Hú, van a hal? Ha hozzátok, Tamas. Mellé fog fogyni, mire ide ér. Rákot az úszonyát, nem? Bognak is volt, azt különöm. 8-28. Máradj már! Nem fordott már. Ezzel a két hallal a Riklik teamnek 17,44 kg hal volt a tarsójában. Tehát így telt a csapatoknak az első 6 óra. 9 csapatból 3 csapat tudott mérlegelni. De csüggedni senkinek nem volt semmi oka, hiszen a verseny épp hogy csak elkezdődött, és mindenkinek még nagyon-nagyon sok ideje és lehetősége van és lesz arra, hogy minél több és minél szebb halat fogjon. Most egy kis időre elbúcsúzom, de hamarosan újabb videóval jelentkezem, ahol megtudhatjátok, hogy na de az már egy másik videó lesz. Sziasztok!